Hatós Attila ismét kitett magáért, a fitnessedző népszerűsége töretlen, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a Mozdulj Nyíregyháza keretében rendezett Fitkedden teljesen megtelt a Continental Arena küzdőtere. A többség már tudta, hogy mire számítson a tréner óráján, de voltak, akik először vettek részt az ingyenes rendezvényen. Ilyen programok kellenek minden megyeszékhelyre. Ingyenesen elérhető a rendezvény, jó 21. századi körülmények, minőségi körülmények vannak, úgyhogy ez sok-sok boldogság mindenkinek, és tényleg azt lehet mondani, hogy megint a covidos időszak, hogy itt hoz, hogy az ember azért az megrángatta ezt a sportágat, a csoportos, a zenés, tömeges rendezvényeket, és hát ennek ellenére itt vagyunk. Úgyhogy ez erőt ad a jövőre nézve, és egyfajta optimista helyzetképet, hogy talán nem állt le az élet végleg, hanem talán még ott van a vágy az emberekben, hogy ezeket az eseményeket átéljék. A tréner külföldről részben a nyíregyházi esemény miatt ért haza. Saját bevallása szerint őt is motiválja az, ha sok embert mozgathat meg. Az órák végén pedig a lélekkel is foglalkozik, így mentális tanácsokat is adott. Mindig nagy öröm számunkra, amikor a Mozdulj Nyíregyháza keretében köszönhetünk ismert sportembert, aki megmozgatja a Nyíregyházát. Az az igazság, hogy bátran mondhatjuk, hogy Nyíregyháza egy sportos város, és ezt láthatjuk itt mellettünk álló hölgyek létszámából is, hogy nagyon szeretnek mozogni, és sokat tesznek az egészségükért. Március 8-án újabb neves tréner érkezik Béres Alexandra személyében, március 27-én pedig Rubint Réka tart ingyenes órát a nyíregyháziaknak.